Íz, történelmi személy, akik brutális módon haltak meg. Kell már valami, ami egy kicsit azokat az embereket is megszólítja, akik ezek iránt a dolgok iránt érdeklődnek. Vér, halál, brutalitás, emberi halál, nem szabad mindig szép dolgokról, meg belső vívódásokról beszélgetni, csajozásról, OCD betegségről, nem brutális halálok a vacsmogyó Magyarország <laughs> jó voltából. A linket már küldöm is, már spemelem is. Tessék megadni, ami jár a feltöltőnek, és informálódjunk arról, hogy megcsonkították, megnyúzták és felnégyelték. Én úgy érzem, hogy tudjátok én mennyire bírom a gort, nagyon sok mindent fogunk ebből tanulni, hogy micsoda módok vannak az ember életének kioltására. Ez többféle szempontból hasznos lehet, Különösen, hogyha így a csettel együtt összezárva sok időt eltöltünk, ez a tudás, ez hasznos lehet. De előtte nézzük meg, hogy milyen autót vásárolhatunk magunknak például. Oda nézze. Hopp, ott valami lány is jár hozzá. Meg Telekom előfizetés, ez még bármi lehet a háromból, az autóhirdetés, a lányhirdetés, vagy a Telekom. Melyik lesz? Nagyon jó kanyarodik az autó. Se- Igen? De ezzel a marketingessel én azért beszélgetnék. Melyiket adott? Porsche. Porsche Reklám? Igen? Igen? Ott. Az új Porsche. Nagyon jó. Hát most nem tudom így, most 1400-an vagyunk élőben, pár ezeren majd lehet, hogy megnézik. Nem tudom, hogy mekkora célközönségre lőttek a Porsche reklámmal, de hát lehet. Üdvözlünk a Vacsmogyó Magyarország csatornáján. Na, de üdvözlünk. Csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával... Na, már megint a szerencsejáték, érted? Egyből a slot, egyből ott a szponzor az elején. Ez olyan történelmi személyt mutatunk be, akik brutális módon haltak meg. A, akik brutális módon meglettek gyilkolva. Nagyon jó, mehet! This Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban a történelem eddigi leghihetetlenebb és legbrutálisabb haláleseteit vizsgáljuk meg. Ez az. Olyanok is helyet kaptak a listán, akiknek halálával kapcsolatban csak Mendemondda monda maradt fent az idők során. Tehát az egész videó egy kamu. Átlátok a szitán Zsombor. Szólíthatlak Zsombornak, Zsombor. Mende mondák. Aha. Tehát ez nem biztos, hogy igaz. Na, jöjjenek azok a brutális gyilkosságok. Tizedik. Julius Cézár. Ezt tudom. Ezt tudom, megszúrták törökkel? 15-ször vagy 23-szor, ezt még nyitva hagyom ezt a kérdést. Cézár, aki Róma diktátora volt időszámításunk előtt 49-től 44-ig, bizony igen csúnyán végezt. Mondjuk így, szemből erre a szoborra ránézve a gyurcsányra nagyos. Bocs, igen. Nem. Cézár szenátorai tartottak zsarnoki magatartásától, és úgy vélték, hogy emiatt már nem alkalmas többé a római birodalom vezetésére. Elárulták. Amúgy ez a izé sorozat, mondjad már, ez jó ez a sorozat egyébként, már nem mai. De, de ez jó ez a sorozat. Mi a címe? Ö... Róma? Nem. De? Róma jó ez a sorozat. Eldöntötték, hogy megölik a zsarnokot, a tettet pedig Krisztus előtt 44-ben, március 15-én Pompeius kúriájában hajtották végre. Cézárt összesen 23 készúrás. Mondtam, hát 15 vagy 23, 50 százalék. Vagy igazam van, vagy nem. 23 készúrást kapott, te is fiam Brutius. Érte, a későbbi boncolás pedig bebizonyította, hogy az elképesztő mennyiségű vérveszteség végzett vele. De az föl kellett boncolni, hogy megtudják, hogy meghalt-e? Az, az elég baj, várjál, azt lehet, hogy ott Rómában nem mondták el a dokiknak, hogy a fő, az már nagyon késő, hogy fölboncolott, hogy megállapítsd, hogy meghalt. Hát nem biztos, hogy... Ajjaj, aj. akkor ezért hunyt el. aha. Hát a készúrást az kibírta volna, csak fölboncolták, hogy megnézzék tutira, hogy meghalt-e. Érdekes. Meglepő módon. Elvileg csak az egyik készúrás volt végzetes a diktátor számára. Cézár brutális és... A többi az csak plusz száfa volt kapott 22-t grátisba, meg egyet, hogy meghaljon Szerencsétlen Cézár. Igen, drámai halálát rengetegen dolgozták már fel az évszázadok során, a leghíresebb pedig mindközül talán Shakespeare színházi darabja volt. Hát, szerintem a leghíresebb az a feldolgozás volt, amikor, mint megtudtuk, a boncmester dolgozta föl Cézárt. Az, az egy elég látványos feldolgozás lehetett. 9. Guy Schory. Na, guys, góri. A góri, a főnök. Ennyi volt Cézáról. Mondjuk nyilván pörgetni kell a videót, mert csak 10 perces a reklámok miatt. Ennyi Cézáról. Szerintem ez a kész szurkálás, tehát eh, blaha, tehát hogy ilyet már hallottunk sajnos, ez még annyira nem volt brutális, a felvezetés alapján ennél még sokkal szörnyűbbekre számítok, úgyhogy kíváncsi vagyok, a kilences az, az mivel őrvendeztet meg minket? Confess, no! Ez ilyen exercise bukos lesz. Them, Az 1600-as években több száz ember gyanúsítottak boszorkánysággal a gyarmati Massachusetts-ben, és többek életét ki is oltották emiatt. Egy Guy nevű farmer húzta mindközül a legrövidebbet. Várja, a boszorkány volt a faszi? Tehát őt ilyen neműség miatt, vagy a boszorkányság miatt lógatták föl? Már akkoriban se voltak megértőek az emberek, szégyen. Kurit is boszorkánysággal vádolták, de nem volt hajlandó vádalkut kötni, így a Pianforte Duor nevű kínzásnak vetették alá. Hogy a mi ennek? Pianforte? Fúha, Húha! Pizza Forte? Valami nem hangzik finomnak. Lehet, hogy boszorkánymester volt? Én azt hittem, hogy csak nők lehettek boszorkányok, Bruti. Köszönöm szépen. Én azt hittem, hogy a fé az, ó, azt máshogy hívták a férfi boszorkányokat. Akkor miért van ilyen genderspecifikus specifikus ábrázolása a mainstream médiában a boszorkányoknak. Szégyeljék magukat. Erről is az amerikai milliárdosok tehetnek Hollywood. Hollywood tehet a tudatlanságomról. Férfi boszorkányokat akarok. Ha lehettek szép csillogó férfi és női vámpírok is a Twilight-ban, akkor boszorkányokból is szeretnék. Nagyobb genderekvalitást. De nem varázslónak hívta, amúgy lehet, hogy a Harry Potter vitt félre. Amúgy lehet, hogy az a baj, hogy a Rockfordba így megkülönböztették őket. Ott nem lehettek a fiúk boszorkányok. Na, hát pedig a J.K. Rowlingról azt hitted, hogy ő aztán van annyira liberális, hogy megadja ezt az egyenlőséget, de nem. Nem. Boszorkány és varázsló. Na ez is kiderült. A kínzás során Kórit a földre fektették, és nagy csúlyú köveket pakoltak rá, abban a reményben, hogy az elképesztő fájdalom hatására a szenvedő férfi feladja, és végül elfogadja a vádalkút. Azt mondjuk, igen, érdekes ez a kőráhelyezés. De ő kemény volt, ezek szerint. Leon. Kóri azonban erre nem volt hajlandó, így a fegyülemlet súly lassan, de biztosan halára zúzta őt. Respect! 8. a bronzbika. Nagyon rövid történeteink vannak, de most legalább egy kis Harry Potter tudást magunkra szedtünk. A bronzbika! A modern történészek nem teljesen biztosak benne, hogy a bronzbika létezette valójában, de az ókori görög történész Diodoros Sikulos többször is hivatkozott rá. De a videó kedvéért mondjuk el, nem, amúgy érdekel. Diodoros híres művében a Biblioteka Historikában írt a bronzbikáról. A Krisztus előtt 500-as években a szicíliai Akregász városát Falaris Tyrannissa uralta. A történet szerint egy periel... Egy micsor, egy, egy Tyrannosaurus, nem Tyrannosaurus, vicce. nevű férfi alkotta meg a bronzbikát Falarisnek, mint a kivégzés egy új formáját. Igen. Ez úgy néz ki, hogy az elítélt bűnöző bemászik az üreges bronzból készült bikába, közvetlenül Igen. alatta pedig hatalmas tüzet gyújtanak. Na ez már tetszik, cset, viselkedjetek, mert ez már kezd tetszeni. A fokozatosan melegedő hőmérséklet hatására a bika belsejében lévő ember lassacskán halára sül. Hmm. É, ebben milyen szerepet játszott a bika? Tehát, hogy... Tehát, hogy nagyon szépen megformált, de hogy amúgy egy üst is lehetett volna. Tehát miért volt fontos a bika motívum? De ezért egy szép bikát megcsinálni, hogy... Aha. Fájdalmas üvöltésük olyan volt, mintha a bika adta volna ki a horrorisztikus hangokat. Aha. Hetedik, David! Tehát hogy, aha. tehát, hogy ilyen bika-szerű volt a, az üvöltésük. Uh -huh. És még a Minotaurus előtt is uh, tiszteletet parancsoltak, vagy áldozatot mutattak be neki. Érdekes. Érdekes. Le lehet, hogy egy tehénnel is amúgy működne a dolog. Ez attól függ, hogy hogyan szenvednek az emberek. Tehát, hogyha egyszer csinálok majd egy ilyet, amikor megtudjuk, hogy pszichopata vagyok-e, majd kellene pár tesztalany. Tehát először csinálunk egy ilyen bronz üstöt, és akkor meg kell nézzem, hogy hogyan halál sikítotok, és akkor ahhoz kell majd egy állatot párosítani. De hát ez majd a jövő zenéje hetes. A 19. századi híres botanikus David Douglas a névadója a ma is ismert Douglas fenyőnek, miután Douglas áthaladt a csendes óceán északnyugati részén, Hawaii felé vette útját. És itt érte őt a vég. Douglas éppen a Mauna Kea nevű szunnyadó vulkánt mászta meg, De itt már annyi tulajdonnév hangzott el, amit leírni se tudnék, nem hogy megérteni, hogy hűha. Amikor véletlenül beleesett egy vadmarháknak kialakított verembe. Igen. A gödörben csapdába esett douglas egy vadbika tépte és taposta halálra. Hát jobban járt, mint a Leonardo DiCaprio, mondjuk, ha azt vesszük. Jóval őt... került azonban egy Edward Görni nevű helyi vadász is, aki utolsóként látta jelve douglas holt testének felfedezése után pedig kiderült, hogy a botanikust kirabolták, és a verem, amelybe beleesett, egy Görni által felállított csapda volt. Aha, már akartam kérdezni, hogy ez milyen szempontból volt gyilkosság, mert ez akár Darwin díjas halál is lehetett volna, de hogy akkor belelökték. Tehát van, aki csinált egy gödröt, de hogy kerültek le a gödörbe a marhák? Na ezt mondjátok el nekem, hogy hogy kerültek a marhák a gödörbe? Tehát feltételezzük, hogy van egy két méter, ledobták a marhákat? Mondjuk akkor nem csodálom, hogy mérgesek voltak, amikor melléjük dobtak egy embert, mert azt mondjuk eléggé felháborító lehet. Ja, hogy lemásztak. Aha. Vagy lehet, hogy eleve ugye a vadmarhák ott éltek egy tisztáson, és alájukásták a gödröt. Tehát, hogy nem kell, hanem így folyamatában alattukásták ki a földet, és akkor már eleve gyakorlatilag ott voltak. Hatodik, Szent Lőrinc. A keresztény Mártér Szent Lőrinc második Sixtus pápa diakónusa volt, de mindössze egy... Hogy milyen dialógusa volt a pápával? Ez már az a baj, hogy ennyire intelligens tartalmakat nézzünk, hogy Próbálok így jönni fölfelé, de úgy érzem, hogy lemaradok a lejtő. Nem bírom a tempót. Egy évig szolgált csak Krisztus után 275-től 285-ig. Valerianus római császár uralkodás alatt gyűlölte a keresztényeket, és elrendelte vezetőinek kivégzését is. Aha. Ennek eredményeképpen rengeteg keresztény halt erőszakos halált 258 augusztusában a császár parancsára, beleértve II. Sixtus pápát és Szent Lőrincet is. Pedig amúgy Sixtus pápa, ezt kevesen tudják, Annyira ismer, ismert volt, hogy még Kápolnát is neveztek el róla. Próbálok visszajönni a diakónusba. A legenda szerint Lőrincet egy színrakás felé helyezett rácsra rakták, és lényegében halára sütötték. Nagyon tetszik a hobbitos hasonlat. Egyébként? Ő a szakácsok védőszentje. Néhány modern történés szerint azonban a történet sántít és Lőrincet valószínűleg ugyanúgy lefejezték, mint második Sixtus pápát De a sütés jobban hangzik. Volt valami különleges perverziója itt a, ezeknek az embereknek, ahogy nézem, a, a sütögetés kapcsán. M még, még, azért ezek még mindig nem voltak olyan durvák. M még a Bika volt a legizgalmasabb, a a csak azért csinálunk egy bikát, hogy megfőzzük benne az embereket, én azt mondom eddig. 5. William Wallace. William Wallace? Can't be. Not tall az 1270-ben született William Wallace személye, Mel Gibson a rettentetetlenben nyújtott alakításának hála, mára már halhatatlanná vált. Skúcia védelmezőjének nevezték, miután kiharcolta országa számára a függetlenséget. Végül azonban első. Csak aztán különböző ügyei miatt cancel kultúrába keveredett, és meggyilkolták a különböző megjegyzései miatt. Ezt ismerem, ja, az a meg, igen. Edward angol király végeztette ki őt, felségárulásért. Kura jó ez a film, amúgy nézzétek meg, hogyha esetleg valaki nem látta mondjuk a fiatalabb közönségből. Nagyon jó. ...azt megcsonkították, megnyúzták és felnégyelték. Nem akarunk belemenni a véres részletekbe, de... Miért? Hát ezért kattintottunk rá a videóra. Hát ez volt az indexképen, hogy a csonkítás lesz, meg minden kutya füle, és nem megyünk bele a részletekbe. Hát hány pszichopata várja velem együtt most a nézőközönségben, hogy itt részletezve legyenek a bélkifordítások, és semmit. Na, átlettünk verve. Átlettünk verve teljesen. Szerintünk ebből a velős összefoglalóból már lehet sejteni, hogy mennyit szenvedett. Mennyit? Borzasztó halála után testének egyes darabjait, legalábbis ami megmaradt belőle, a London Bridge-re tűzték, hogy példát statuáljanak vele. És azóta is ott van, vagy, vagy már nincs? Ezt azért tisztázzuk le, hogy ha valaki esetleg tervez oda kirándulást, akkor tudja. Negyedik, Dózsa György. Hopp, egy magyar vonatkozás. Hopp! Hogy meglepődött ő is, pedig azt gondolnád, hogy ő tudja, mert ugye ő készíti a videót, de nem. Hogy hívt Norbi volt a narrátor? Elfelejtettem a nevét, Norbi. Hogy meglepődött ő is. És itt derül ki, ki figyelt oda igazán töri órán. Dózsa György az 1514-es magyar parasztfelkelés vezetője volt, és mint azt... Zsombor, bocsánat, igen, ne haragudjál, Zsombor, hogy Lenorbert tesztelek, elnézést kérek. Tudjuk, katonáival derekasan harcolt, azonban szinte semmi esélyük nem volt az elképesztő túlerővel szemben. Dózsa... Ő, ő volt a Dózsa György? Hát pont most kezdtem el újra nézni a... semmi esélyük nem volt az elképesztő túlerővel szemben. Pont most kezdtem el újra nézni a trónok harcát, ha nem tűnt föl, hogy a Dózsa György szerepelt benne. Hát, bazzek pedig, hogy hát ezt tudom, hogy ez ilyen magyar eredett történet, egészen másképp vizsgálom a dolgot. Hát, ha. Ki tudtátok? K.L. Dózsa, így van. Hát magyar volt, persze. Hát ismerte a, a, a felmenő-lemenő rokonságát, hogy Szegről-Vigről ismerem is. Igen. Hát, basszus hitperővel szemben. Dózsa a felkelés leverése után fogságba került, kivégzése pedig a korabeli feljegyzések szerint is kiugróan brutális volt. Na. Amíg élő, mesztelenre vetköztetett Dózsát tüzes vassal koronázták meg. A crown for king. Ez pontosan így történt. Végig kellett nézni a saját testvére kegyetlen kivégzését, majd, még mindig élve, őt magát etették meg saját katonáival, végül pedig... Micsoda! Na, hát ezt már közelítünk a dobogóhoz. Jó, igen, eleve már a, tű, a, a, tüzes vas korona az így finomnak hangzik, az az etetés, az, 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 az már, az igen. felingelték és karóba húzták hol testét. A töri ez a rész lehet, hogy kimaradt. I'll have fries with that. Harmadik. Igen, ez, ez az etetés, ez, ez, már, ez már ilyen dobogó közeli. Én ezt nem tudtam egyébként. Ez, ez érdekes volt. Na, jön a harmadik, Hisashi Uchi. Hisashi Uchi. A sugárfertőzés rendkívül borzalmas módja a halálnak, és bár sokan emlékezhetünk a rettenetes tragédiákra Csernobilból és Fukushimából, a le... Hát, olyan nagyon sokan nem emlékezhetünk rá, mert akkor már nem lennénk itt, ugye? Tehát ugye, akik ott voltak, azok már nem annyira emlékeznek rá, vagy nem tudom, mire gondol. Hogy hallottunk róla, arra emlékezhetünk, de hogy I igen, értem, hogy mire gondol, de hogy személyesen annyira nem, nem voltam ott éppen a helyszínen. A helyszínem. legtragikusabb eset egy japán faluban, Tokajban történt. 1999. szeptember 30-án elképesztő mennyiségű sugárzás érte Hiszesi Ócsit, aki technikusként dolgozott a helyszínen. A Na de ebből hogy lesz gyilkosság? A férfi a balesetet követően rögtön rossz. Mondjuk brutális módon haltak meg, amúgy csak én feltételezem a gyilkosságot. Szóval lett és zavarodott állapotba került. Már a kórházban kiderült, hogy Ócsi immunrendszere lényegében tönkrement, és nem volt már sok ideje hátra. A családja ragaszkodott hozzá, hogy az orvosok tegyenek meg mindent Ócsi megmentése érdekében, Igen? így a férfit még hónapokig életben tartották, annak ellenére, hogy a teste szó szerint összesorva. Igen, ez, ez, ez fú, erről ne is beszéljünk, mert ez, a, igen, ez az életben tartás, eutanázia, ez fú, ez, ez, ez szörnyű, igen. Ezt meg a, nyilván viccet félretéve, aki látta a Csernobil sorozatot is, ez a sugárfertőzés, ez fú, basszus. Az nagyon szörnyűnek hangzik, meg látszik, meg ez, ez, ez tényleg valami borzasztó lehet. Japánban, ahol ennyi földrengés van, meg, meg, cunami, meg a hasonlók, valóban nem, nem szerencsés. Ott az atomerőműveknél igencsak erősen vigyázni kell, hogy olyan helyre építsék, hogy ne legyen Fukushima és, és társai. Ócsi hosszú szenvedés után végül. És ahogy írja konkrét a cseten, amikor fájt neki, mindig azt mondta, hogy Ócsi. Fauci. Jó lesz a társaság a pokolban. Szívrohamban halt meg. Második, Grigori Jefimovics Rasputin. ra Rasputinról konkrétan tudjuk, hogy szinte lehetetlen volt megölni, amit kiválóan bemutatott az Anasztázia című rajzfilm és az igen fülbe mázó Bonnie Amdal is. Oh, oh, copy, copy, copyright! Légy színe, Rasputin állítólag egy orosz spirituális gyógyító volt, aki nagy befolyást gyakorolt a cári családra. Igen. A haláláról szóló történeteket valószínűleg már kicsit kiszínezték, de azt tuti, hogy nem volt gyors és nem volt fájdalommentes. Először olyan süteményt etettek és olyan bort itattak meg vele, amelyet telenyomtak ciánnal nem történt semmi. Ezek után úgy döntött... Nem történt semmi, érted? Az öreg az így leporolta magát, hogy... Hát az anyósom is szarul főző gyerekek... Valami mással próbálkozzatok, mert ez lofaszabb. Teg biztosra mennek, ezért lőtték a férfit, aki ugyan összeesett, de még mindig nem halt meg, ezért még ki. És... A szívemet meg már összetörte az asszony srácok, valami mással próbálkozzatok. a szükséges a kivégzéséhez. A testét végül a Szent Pétervári nefka folyóba dobták. És egy De most komolyan. Golyóálló volt a csávó. Az ímú rendszerre legyőzte a mérget és abba halt meg, hogy nem tudott úszni. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen... Abban a pillanatban a Nessai Reacts csatornára se felejtsetek el feliratkozni, hiszen hihetetlenül nagyokat megyünk, úgyhogy csapkodjad meg a gombot, köszi! Minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyom meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Azt nem kell megnyomni itt nálunk, ilyeneket nem csinálunk, nem harangoznak itt nekünk. Hol? Első, az Gerard. 1580 márciusában második Fülöp király szép summát ajánlott fel annak, aki elhozza neki első Vilmos orániai herceg fejét. A kis Baltus. Vilmos volt a Spanyolország ellen vívott holland szabadságharc egyik kiemelkedő. Ja, hogy várjál, Rasputinnak súly volt kötve a testére. Á, na de várjál, lehet, hogy akkor még most is ott van. Ha megnézte valaki utána? Hát rákötöttek egy izé beton tömböt a lábára, azt elsüllyedt, és ott hagyták. Hát lehet, hogy még ott van. Azt azóta is várja, hogy na! Mi a következő? Erről nem szól a fáma. ...vezetője, és a 80 éves háború egyik fő felbújtója. A jutalomra egy Baltazár Gerár nevű férfi jelentkezett, aki 1584 július 10-én megölte Vilmost. Vilmos gyilkosát válaszul extrém durván megkinozták, és később pedig kivégezték. Igen? Itt sem szeretnénk annyira belemenni a véres részletekbe, de 135 kg súlyoktól, tűztől, izzó billogoktól, testének mennyúzásától és hegyes kezdve mindent használtak rajta. Hát de úgy a folyamatot kicsit levezethetnétek. Hát kiállítottatok egy csekket a címmel, meg az indexképpel, amit nem váltotok be. Mégül július 14-én végezték ki, nyilvánosan a piac Ti hallottatok még... De akkor már meg volt csonkítva, el volt nyúzva a gyű bőre is megszurkálták? Nem tetszik. Átsiklunk a fontos részletek fölött. Hát így hogy tudjam lájkolni like vagy diszlájkolni a rangsort? Ha nincsenek részletezve a halálok. Még olyan brutális kivégzésekről, amik nem kerültek fel a listára? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára. Oké, okay. iratkozzunk, volt egy kis voice crack, de az nem baj, nekem is lenni szokott. Hát, én a chaten szoktam itt brutális gyilkosságokat elkövetni, de talán a listára nem kerülnének föl nem volt rossz a videó, Vatsmojo Magyarország, ott a link, nézzétek meg ti is. Az eleje kicsit ilyen laposan indult, aztán utána már voltak érdekességek, de hogy, hogy annyira nem volt kifejtve, talán így, nem tudom, így utólag könnyű okosnak lenni, meg hát a React content lényege, hogy ugye nem csinálsz semmit, csak kritizálsz, hogy inkább lehet, hogy ilyen történelmi sajátosságokra mentem volna rá, hogy bizonyos korszakokban Bizonyos népeknél milyen módokon büntették meg a, a bűnösöket, és akkor lett volna egy ilyen kis kulturális áthallása talán a, a dolognak, hogy, 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 hogy melyik kultúrában milyen büntetést kaptak a bűnösök nyilván az egy másik téma, de egyébként jó volt, egy érdekes lista volt, történelmi személyek, rengeteg info volt egyébként róluk, úgyhogy tök jó ez. Ez egy olyan edukatív tartalom, ami be van csomagolva egy, egy ilyen clickbaitbe, hogy de egyébként tök sokat megtudhatsz a történelmi személyekről, úgyhogy összességében amúgy lájkolom, like nekem tetszett ez a videó, köszönjük szépen!